Őszinte? Napra kész? Hiteles! Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Köszöntöm a stúdióban német Kristófot és Nagy Sándor színészeket Szervusztok, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Újabb bemutatóra készül a Fórum Színház, aminek te vagy a megálmodója, a létrehozója, az alkotója, de ebben az esetben te is részt veszel a darabban, ha jól tudom, mit játszol benne. Igen, Pál Pálmintjeri nevű pasasnak a darabját mutatjuk be. Az úrról azt kell tudni, így névről talán kevesebben ismerik, de hogyha bármelyik nagy amerikai klasszikus mafia filmet megnézi az ember, akkor vele találkozhat. Általában, mint valami gorosz karaktert játszó negatív hőssel. Egy kitűnő, itáliai származású amerikai színészről, producerről és íróról van szó egyébként, aki írt magának egy, egy nagyszerű főszerepet. Na most, hogyha egy színész, aki tehetséges, ráadásul az írásban is az ír saját magának egy darabot és abban egy kitűnő szerepet, akkor feltétlenül tele van cselekményes fordulatokkal. Ilyen a mi előadásunk is, a Hűtlenség Ára, ez a címe. A hűtlenség árának pedig az az alaptörténete, hogy van egy férj, ezt játszom én, van egy drága feleségem, Pikali Gerda, és a mi 20. házassági évfordulónk köszöntött el. És én azt találom ki, úgy ünnepelem meg ezt a 20. házassági évfordulót, hogy amikor érkezem haza a közös lakásunkba egy, egy munkával terhelt nap után, egy üveg pesgővel a kezemben, akkor a terveim szerint én már egyedül szeretnék élni ebben a házban, és egyedül ünnepelni ezt a 20 év házasságot, mert hogy a Nagy Sándor kollégám barátom által alakított Tony nevű bérgyilkosnak adtam egy megbízást, hogy amikor én hazaérkezem, akkor, akkor egyel kevesebben legyünk már ebben a családban az én feleségemet, ő el a föld színéről. De nem így történik. Amikor hazaérkezik a férj, akkor abban a pillanatban a feleségével találkozik szembe, aki boldogan, kedvesen, rendkívül kétértelmű mondatokat mondva jön vele szembe. És itt indul a történetnek az a része, hogy valójában mi is történhetett, mi nem volt otthon a férj. Megérkezett ez a bérgyilkos, persze ezt a nézők addigra már tudják, hogy megérkezett, sőt sok minden történt közté és a feleség között, de hát a, a végső megfejtés nem mondanám el. Az a legfontosabb, hogy itt egy krimi vígjátékról van szó, tagadhatatlan a krimi szál, hiszen hiszen alapvetően egy bűncselekmény, vagy egy bűncselekmény gyanúja az alap, alaptörténet. Másrészt pedig nagyon sok pénzről van szó, ez két nagyon tehetős ember, és nem pusztán megunta a férje feleséget, ez is benne van. De, de, az is, hogy a hatalmas vagyon szeretné most már ő egyedül gondozni. Több, több olyan még ne lett, bár eddig is borzasztóan romantikusan hangzott a történet, és annyit egy bérgyilkost játszol. Mindig meg szokták kérdezni a, a, színészeket, hogy honnan szereztél élményanyagot, honnan táplálkozik ez a szerep. Hát nem tudom kikerülni a kérdést, tehát mi honnan közelítetted meg ezt a tüstik kis bérgyilkost? Erre azt szoktam mondani, hogy minden ember életében vannak olyan helyzetek, pillanatok és szereplők, akinél eszedbe jut a, a gyilkosságnak a gondolata, hogy szívesen eltenéd a másikat a földszínéről. Tulajdonképpen én, én nem, nem úgy állok ehhez hozzá, hogy hogy, hogy az ember volt-e már bérgyilkos életében, vagy nem, hanem nekem sokkal érdekesebb ebben a karakterben, vagy érdekesebb az, hogy, hogy miért lett az. Tehát, hogy tulajdonképpen ő végzi a munkáját, ő őt, 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 ezt, őt, ezt egy munkának tartja. Uh -huh. És az, hogy ő honnan jött, volt a gyerekkora, nem volt, elvesztette a szüleit, vagy nem, ha igen, akkor mikor, nagyon fiatalon, mikor került az utcára, ott mit látott, ott mit hallott, mit tapasztalt, és ugye a darab folyamán a, a Gerdát játszó főszereplő nővel mi beszédbe legyedünk, és nagyon sok minden kiderül rólam is, és róla is. Tehát az a fajta kommunikáció jön létre, ami egy, ami egy ilyen helyzetben kizárt lenne, hogy jön egy bérgyilkos, és ki akarja nyírni a megbízónak a feleségét, és egyszer csak akaratlanul is de elkezdenek beszélgetni, és mindenki életéről kiderül egy csomó minden. Ti dolgoztatok egyébként már együtt színpadon, vagy hogy ne hogyne, hogyne. Nekünk, nekünk már van történelmünk ilyen szempontból, Igen. viszont nekem nagy találkozás volt, és Gerdával is nagyon régóta ismerjük egymást. És már játszottunk is együtt, viszont Bagó Bertalannal, a darab rendezőjével, Bagó Bercivel egy óriási nagy találkozás volt, legalább akkora, mint a darabbal, és egy hihetetlenül klassz próbaidőszakot éltünk Bercivel már meg, és én azt gondolom, hogy az a csodálatos minden egyes estében, amikor ezt az előadást játszhatom, hogy az én kitűnő kollégáimmal, amikor mi egymás szemében nézünk és játszuk ezt az alaptörténetet, és ugye ilyenkor mindig egy színész a nézőket, az egész publikumot igyekszik magával vinni egy, egy, különleges utazáson. Ebben az előadásban mindenképpen egy, egy körhintára tesszük fel a nézőket, vagy egy hullámvasútra, hiszen percről percre változik az, hogy kinek, kinek hiszünk, Először azt hiszük, hogy a férj, amit mond, neki van igaza, és ő mondja a valóságot, aztán a feleség, aztán a bérgyilkos, aztán megint a feleség, aztán előkerül egy fegyver a darabban, a fegyver mindenki kezébe belekerül, és mindenkire ráfogódik, és hogy ilyen csúnyán mondjam, és el is. <coughs> nah, hogy és aztán mi lesz? Kell, el is kell sülnie, ugye, hogyha egy fegyver megrenik a színpadon, és hogy mi lesz a végkimenetele az is az utolsó pillanatig tulajdonképpen kérdéses kell, hogy maradjon a kedves nézők felé. A. És csak egy mondat, hogy amikor amikor én velük játszom, valóságosan meg tudom élni azt, hogy, hogy elhiszem, amit, amit mondanak, elhiszem a, az ő igazságát, a gerda igazságát, és már, már teljesen... Ő, ez egy, ez egy furcsa pszichológiai helyzet, amikor színészként az ember, hát tudja, hát próbálta ezerszer, eljátszottuk már ezt az előadást. Mégis ott van bennem a kérdés, hogy mi fog történni a következő pillanatban. Bennem nem, is. Nagyon is sok szeret, kérdés belém szorult, mert vége a beszélgetésnek. A Fórum Színház jövőbeni terveiről majd egy másik alkalommal azt még Örömmel. mondjuk el, hogy mikor és hol lesz a bemutató. Február 21-től látható az Uránia Nemzeti Filmszínházban, mint ahogy a fórumszínház állandó helyszíne és játszóhelye, az az Uránia, volt Uránia mozi, már a Uránia nemzeti. Filmszínház a Rákóczi úton, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk, és a következő bemutatókról, meg a tervekről majd egy másik alkalommal. Melinda, köszönjük szépen. szépen! Köszönöm szépen, Köszönöm hogy befáradtatok hozzánk!